vérüket adják, és mínusz 110 fokban sok terápiával edzik magukat az olimpikonok. Üdvözlöm Önöket, Takács Nóra vagyok, ez a Life Network TV életmód magazinja, az Ezzsír. Ma kiderül, miért fagyoskodik Marosi Ádám olimpiai bronzérmes öttusázó a hideg kamrában, és annak is utána járunk, hogy Cseh Laci egy csepp vére hogyan segíti őt hozzá a győzelemhez. Azonnal jönnek a részletek, de előtte még megmutatom, hogy mi mindennek készültünk mára. Nem eszik Bambit. Az X-Faktor énekese Szabó Dávid azt vallja, a mesehősöket, még ha finomak is, nézni lehet, de enni tilos. Mínusz 110 fokban vacog az olimpikon, mindezt azért, hogy jobban teljesítsen. Marosi Ádám a mínuszokat is kibírja a győzelem reményében. És Cseh Laci a maximumot hozza, sejtszinten vizsgáltatja a vérét, hogy lássa, mikor vannak még tartalékai, és mikor hozta ki magából a legtöbbet, amit lehetett. A mai vendégeim pedig már itt is vannak velem a stúdióban, dr. Vas Ilona, kozmetológus bőrgyógyász, illetve társ csatornánk az Ozone Network műsorvezetője, Egyetlen Csaba. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. Csaba, te egy nagy sportember vagy, úgyhogy nem véletlen, hogy ma itt vagy, egyébként furcsa is itt látni téged a műsorban. Mesélj nekem egy kicsit a sport iránti szeretetedről. Azért ez gyerekkorodban nyúlik vissza, ha jól tudom. Igen, hát én egészen kicsi korom óta, 10 éves korom óta tulajdonképpen sportolok aktívan, összefonódik az életem a sporttal. Focizni kezdtem el 10 évesen, édesapám levitt, és aztán ott is maradtam, igen. Hát olyan nagyon nagy focista nem lett belőlem, tehát nem vittem olyan nagyon-nagyon sokra, de hát a harmadik osztály az, aki így belelát a fociba is, így ismeri, azért az nem olyan rossz szerintem, pláne úgy, hogy mellette tanultam, dolgoztam mindig. Tehát akkor arra tudsz majd nekünk mesélni, hogy milyen egy olyan sportoló élete, aki nem csak úgy sportolgat, hanem sportol. Sőt, én hiszek is benne, hogy a sportolgat az nem jó, tehát hogy sportolni kell, és nem szabad ezt ilyen gadget képzőkkel, mert akkor már nem lesz olyan, amilyen. És hogyha már felhoztad azt, hogy foci, akkor Ilona, mesél nekünk egy kicsit, mert ha jól tudom, akkor a focisták egy különleges módszerrel tréningelik magukat, nem mindenhol, de ahol igen, ott fokozódik a teljesítmény, ez pedig a hidegterápia. Mi ez a hidegterápia? A teljes test hidegterápiáról van szó. Ez azt jelenti, hogy mínusz 110 fokban kell eltölteni 2-3 percet. Még a hideg is rá ez a gondolata. Ez nagyon érdekes, hiszen ebben a 3 percben, amit ott bent töltünk, nincs olyan erős hidegérzetünk, mintha mondjuk a busz megállóban átsorognánk ilyenkor télen, tehát ezt könnyedén kibírja mindenki, különösen, hogyha valamilyen cél motiválja. És mi az a cél, ami motiválhatja, mire jó ez? Hát attól függ, hogy milyen problémával küzd valaki. Nagyon sokféle betegségre is jó, például sokizületi gyulladásos betegeknél jelentősen csökkenti a fájdalmakat, vagy pikkelysömörös, kronikus ekcémás betegeknél csökkenti a bőrtüneteket, illetve vannak olyan korképek vagy állapotok, amire szintén jó hatású lehet, ilyenek például az outburning, az alvászavarok egy része, depresszió. Ilyen, ez mindenre jó. Mindenre azért nem. Csaba, kedvet kaptunk hozzá. Igen, de szerintem az érdekesebb dolog, hogy a mínusz 110 fok, nem tudom, ez a Földön nem is nagyon szimulálhatott, ilyen hideg sehol sincsen, tehát ez mesterségesen állítható elő, tehát ezt el sem tudjuk képzelni. Na várjál, Csaba, akkor most mindjárt meg is tudsz rá mindent, mert megnézzük a hozzátartozó kisfilmet, aztán megbeszéljük, hogy mit láttunk. Tehát mielőtt alaposabban belemennénk a hidegterápia hatásainak elemzésében, nézzük, hogyan bírja a mínusz 110 fokot egy olimpikon. Marosi Ádám öttusázó nem nagy kabátban megy a jeges kamrába, hanem bizony kis nadrágban. Na lássuk akkor! Alsó nadrágra vetkőzött sportos testalkatú fiatalember közelít a vérnyomásmérő berendezéshez. Ő Marosi Ádám. Többszörös öttusázó világbajnok, olimpiai bronzérmes sportoló. Elkamusztam. Csak 51 volt eddig. A 60-an. A másik szobában két titokzatos kamra csak arra vár, hogy Ádám végre bezárja oda magát. Egy mínusz 60 Celsius fokos és egy mínusz 110 Celsius fokos helyiség. Hogy mit keresünk itt? Ez egy olyan regenerációs folyamatot indít be, amit hát kevés dolog tud igazán előidézni. Ilyen napi két edzésben vesznek részt, akkor ugye az izom elfárad, esetleg a teljes felszaporodása miatt izomláz alakul ki, ami esetleg a második edzést megnehezíti, és így ebben, hogy a salakanyagokat hamarabb el tudja távolítani a szervezetből, ez a sok terápia, így intenzívebb edzés sem vehet részt.
A hidegkamrás terápiát nagyjából 30 éve alkalmazzák, Magyarországon 5 éve van jelen az eljárás. Nem csak élsportolóknak fejlesztették ki, szinte bárki kipróbálhatja egy röpke orvosi konzultációt követően, aki nem fél a bezártságtól, nincs magas vérnyomása, keringési és érrendszeri problémája, daganatos betegsége és hideg allergiája. Nyugat-Európában és számos más európai országban ez egy bevett szokás. Például a Franciaországban, Párizsban van egy INSEP nevezetű helyezett olimpiai központ, ott kettő is található, és hát a nagy fociklubboknál pedig az UNZO mellett van egy ilyen. Hol a kék sapkád? Különböző bőrbetegségekre, mint például pikkelysömörés, ekcéma, ugyanúgy ízületi bántalmakra használják, illetve depresszióra, csak úgy életminőség fenntartására, immunrendszer erősítésére. Ádám nem maga mutogatásból tisztelt meg bennünket kisgatyával, ez előírás, mint ahogy a végtagok megfelelő védelme miatt a zokni, cipő, kesztyű, sapka is. Mondjuk egy olyan 60 alkalmat azért lejártam, tehát amikor bemegyek, akkor tudom, hogy mire kell számítani, de most még nem vagyok olyan állapotban a felkészülésben, hogy tényleg minden nap, akár többször is, mert erre is van példa, hogy van olyan páciens, aki egy nap kétszer jár, én úgy gondolom, hogy azért hamarosan be fog indulni a versenyszezon, és bizony hetente egyszer-kétszer el fog jönni ismét. Először a mínusz 60 fokos kamrában nyer bebocsátást, ez egyfajta felkészítő terem fél percben a lényegre. A mínusz 110 fokban azonban egy átlagember 3 percig, egy élsportoló, mint Ádám 5 percig ácsoroghat. Nagyon jó anyagcsere gyorsító hatása van, úgyhogy igen, fogyókúrában is szokták használni. Mellette mondjuk nem elengedhetetlen a rendszeres testmozgás, mivel az anyagcserét felgyorsítja és a nyirokkeringésbe indítja, így a salakanyagok sokkal gyorsabban tudnak eltávolodni a szervezetből. A farkasordító hideg tehát a fogyni vágyóknak is hasznára válhat, mint kiegészítő terápia. Ne féljenek, Olivia elmondása szerint először mindenki izgul, de utána garantált a megkönnyebbülés. Egy perc, ahogy ugye belépünk ebbe a mínusz 110 fokos kamrába, úgy, ahogy sokként éri a szervezetet, a maghőmérsékletet a testünkben próbálja megtartani 37 fokon, viszont a perifériáról az összes vér ugye a belső szervek, fontosabb szervek fenntartásához fut. És amikor ugye kijövünk, akkor egy ilyen erős bőrpír, mint amikor egy kicsit úgy megcsíp minket nyáron a nap, olyan bőrpír látható a bőrön, ez ugye a keringésnek a perifériára való visszajutását mutatja. 2 perc. Ádám egyébként saját bevallása szerint küzdött már súlyfelesleggel, csak éppen nem olyan értelemben, ahogy nézőink többsége. Sokan nem fogják én, amit most mondok, de az olimpián pont ez volt. Ugyanakkor, de akkor nem sok zsír volt rajta, hanem túl sok izom. Tehát az én sportágamban nagyon-nagyon le kell szálkásodni. Én viszont túl sokat fordítottam a kondira, túl sok fehérjét tettem az olimpia előtt, és éppen ezért nem tudtam hozni azt a 71-72 kilót, ami egy évvel korábban a moszkvai világbajnokságon tudtam teljesíteni, és akkor tényleg olyan volt, hogy szárnyaltam, és majd kicsattantam az erőtől. Amikor kijövök, akkor rettenetesen fázom. Egyébként ezt a mínusz 110 fokot ezt nem úgy kell képzelni, hogy ez egy kivíratatlan hideg, mert ez egy száraz hideg, tehát ami kint van, az jóval párásabb a levegő, tehát hogyha kint mondjuk mínusz 10 fok van, akkor bizony volt már olyan, hogy esetleg én a mínusz 10, mínusz 15-öt a kinti hőmérsékletet, az hidegebbnek éreztem, mint ami bent van. Oliviáék kezdetben egy 10 alkalmas kúrát javasolnak, ennyi idő alatt jelentkezik a javulás általában. A fagyos élmény után közvetlenül szükség van egy kis mozgásra, ezért Ádám 5-6 percet szobabiciklizik, hogy visszajöjjenek az élettani funkciók. Hazamegyek, és utána viszont van egy olyan 2 órás olyan sok, amikor hát muszáj pihenni, mert tényleg ez egy sok hatás a szervezetnek, vissza kell állni a mindennek, és hát ilyenkor így eléggé elpirad az ember. A hideg tehát a barátunk. Számtalan problémára, köztük a túlsúlyra is megoldást jelenthet. Egy próbát megér. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én amíg néztem, nekem elfogyott a lábfejem, tehát nem csak kicsit fáztam, hanem konkrétan megfagytam itt közben. Azért ehhez bátornak kell lenni, nem, Ilona? Hát hogyne. Te próbáltad már többször is. Természetesen rendszeresen járok hidegterápiázni, hiszen nagyon jót tesz a bőrnek, illetve a fogyásban is segít, amivel elég sokan
rendszeresen küzdünk. Te mondd, és akkor, amikor benn állsz a kamerában, akkor azt mondogatod magadnak, hogy a szépségért meg kell szenvedni, a szépségért meg kell szenvedni, vagy azért ez nem egy annyira fájdalmas dolog, hogy nem, ne lehetne kibírni, vagy mit érzel ilyenkor egyáltalán? Egyáltalán nem fájdalmas, körbe szoktam sétálni, és a vége felé már számolni szoktam magamban, hogy tudjam, hogy körülbelül mennyi van még hátra, ez nekem segít, de mindenkinek más, van, aki énekel, van, aki táncol, mert bent zene van, illetve kintről, mint ahogy a bejátszásban is látható volt, figyelik, hogy mi történik oda bent, és mondják, hogy hány perc telt el. De egyébként egyáltalán nem kellemetlen ez a hideg. Én köztudottan nagyon fázós vagyok. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy aki eleve utálja a telet, az miért akarna magának? De szerintem ez itt arra szó, hogy hogyha például fúj a szél, meg esik az eső, akkor sokkal hidegebbet érzünk, itt meg ez nincs. Pontosan, itt egyáltalán... Persze hideg, természetesen a mínusz 110 fok az hideg, tehát kár is lenne róla mást állítani, hűvös. De a hideg érzet nem kellemetlen. Utána pedig rendkívül jó érzés, amikor kijövünk. Az biztos. Egyrészt, aki először van, annak van egy ilyen túléltem reakciója, hogy hú, de ügyes vagyok, ezt is kibírtam. Másrészt viszont endorfin szabadul fel. Az endorfin az pedig ugye köztudottan boldogsághormon, és ez nagyon jót tesz a szervezetnek, mind a fájdalmak csökkentésében, mind pedig a közérzet javításában. Csaba, meg lettünk győzve. Egyetértek, abszolút. De igen, nekem az jutott eszembe, hogy a versenysportokban manapság ugye annyi pénz van, meg annyira fontos a sérülésből való mielőbbi felépülés, hogy ugye ezért van az, hogy évről évre előjönnek olyan módszerekkel, meg eszközökkel, amik a focistáknál is például segítik ezt a regenerációt. Nem tudom, egy keresztszalag szakadásból régen hetek alatt, meg hónapok alatt épültek fel a játékosok, most meg már a különböző módszerekkel ez szinte napokra redukálódott. Néztük itt közben a kisfilmet, addig mondtad, hogy a Chelsea-nek van ilyen az öltözője mellé beépítve egy ilyen hideg kamrájuk. Saját hideg kamrájuk van, sokkal hamarabb regenerálódnak bármilyen kis sérülésből, húzódásból, illetve hát a fájdalmak is csökkennek, illetve a tejsav kiürülés, húgysav kiürülés sokkal gyorsabb, és sokkal jobban terhelhető később. Csak ekkor van egy gond van, hogy nálunk volt olyan valaki, már kiment a csapat edzésre, és benn maradt valaki a WC-n. Hogyha itt bent maradt valaki ebbe, az akkor van a nagy baj. Azt szerintem. Akartam kérdezni, hogy nektek is lett volna egy hideg kamrátok, akkor még hát ma is hoki lett volna, akkor én valahol Chelsea-be lennék szerintem. Innen fogjuk majd folytatni. Marosi Ádám a hidegterápiában hisz, tehát egy másik olimpiai bajnok azonban a vérvizsgálatban. Cselaci sejtszinten vizsgáltatja a vérét azért, hogy tudja, miképpen hozhatja ki magából a maximumot. Háromszoros olimpiai ezüstérmes és világbajnok úszó. Cselaci valószínűleg ilyen teljesítmény mellett makkegészséges, gondolnánk. Ám egy olimpikonnak sem árt, ha néha alaposan kivizsgáltatja magát, sejtszinten. Laci ezért rendszeresen meglátogatja Kecskés Norbertet, aki a véréből mikroszkópos vizsgálat során az egész szervezetét megpróbálja feltérképezni. Mindig keresem azt a teljesítmény növekedési faktort, amit el lehet érni, és hogy jobban érezzem magam, jobban bírjam az edzéseket a versenyeken, még inkább erőmteljébe legyek, és ezért keresem ezt, hogy optimális szinten lehessen a szervezetem. Minden benne van a vérünkben gyakorlatilag, nagyon sok minden látszik. Nagyon sok szervnek, szervrendszernek a működéséről kapunk információt, ezen kívül pedig sejtszintű alapfolyamatokról is, savbázis állapot, antioxidán szabadgyök kérdés, ez mind-mind látszik. És ezt meg tudjuk állapítani, és azt is meg tudjuk mondani, hogy lehet ezt korrigálni. Úgy látom most itt picit a karácsony, meg a szilveszteri étkezés. Étkezésben mondjuk itt a nyerzöldségek fogyasztása, ez én úgy látom, hogy picit a háttérbe szorult. Hát konkrétan mi sem emlékszem, hogy ettem volna ilyen zöldet. Laci esetében persze nem azért kell a helyes táplálkozást kultiválni, hogy egészségesebb legyen, hanem hogy a teljesítménye elérje a maximális szintet. Egy élsportolónál egyáltalán nem mindegy, hogy 80 vagy 100%-os állapotban van, és ez koráncsem az edzéseken múlik. A táplálkozásnak legalább akkora jelentősége van. Egész fiatal koromtól ugye a sport az meghatározó szerepet játszott, hát akkor azzal még úgy nem is volt semmi, de én emlékszem, hogy a szüleim mindig súlykolták belém, hogy zöldséget kell enni, gyümölcsöt kell enni, főzelékeket, ilyesmit, és hát én ez ellen akkoriban még elég jóckodtam, és hát az utóbbi időben jutottam egy olyan pontig, hogy sajnos realizálódott az bennem, hogy ezeket nem lehet megkerülni, és
meg kell enni olyat is, amit nem igazán szeretek, például a brokkoli. Bizony, 3-4 éve rájött, hogy minden követ meg kell mozgatnia, ha az aranyra pályázik, és ennek nem lehet akadálya a gyerekkorban kialakult ellenszenv egy-egy zöldség iránt. Ez a tipikus kép, amikor ugye ez azért elsavasodott, tehát sejtszinten egy picit el van savasodva a szervezet, de ez ellen majd teszünk. A magyar populációt tekintve, most már egy elég széles hát skálán látom én ezeket, azt kell mondjam, hogy a 90%-a sejtszinten biztos, hogy el van savasodva. Ez egy teljesen általános, és ennek az oka a táplálkozásban keresendő. Tehát, ha változtatunk étkezési szokásainkon, elfelejthetjük a savasodás okozta tüneteket. Úgy, mint fáradékonyság, rossz közérzet, rossz minőségű alvás, és nem szabad megfeledkezni a daganatos sejtekről sem, amik imádják a savas közeget. A nyerzöldségek megfelelő mennyiségű fogyasztása, ez egy alapvető dolog. Nagyon kevés zöldséget eszünk. Itt a zöldségeket tágabb értelmezésben lehet, tehát nem csak a karalábé sárgarépa, hanem paradicsom, paprika, retek, hagyma, saláták például, és ennek a megfelelő mennyiségű elfogyasztása, ez egy abszolút biztos vonal mondjuk a közep, tehát a lugos irányba való javítására mondjuk a vérünknek. Ez pont nem lehet úgy megmondani, hogy hú, most ha ezt megeszem, akkor utána már hátrafelé fog húzni, vagy bármi ilyesmi. Csak azért arra kell gondolni, hogyha mondjuk olyan ételket teszem, ami nem feltétlenül jó a szervezetemnek, akkor a sokkal több erőfeszítésébe kerül megemésztenie. Sokkal több energiát elhasznál arra, hogy egyáltalán az étellel legyőzze az ételt, és akkor mondjuk a versenyre már kevesebb energiám marad. Vagy fáradtabbnak érezhetem magam, nem érzem azt, hogy fit vagyok. Mint mindig, ebben az esetben is rendkívül fontos a fokozatosságra odafigyelni. Norbert azt mondja, ha valaki 3 tábla csokit eszik meg egy nap, nem lehet elvárni tőle, hogy másnap már csak salátát egyen. De szépen lassan át lehet szoktatni. Laci már profi az ételek megválogatásában. Felkészülési időszakban semmi sem tántoríthatja el attól, hogy betartsa az étrendjét. Én rosszabbra számítottam. Lehet, hogy azért nem olyan vészes, mert azért most az elmúlt 2-3 évben azért pihentem, és nem voltak nehéz edzések, úgyhogy... Régen az volt, hogy hál' Istennek nem kellett annyira odafigyelnem a testsúlyomra, és akkor a táblacsokik azok csak úgy repültek, üresen a papíros zacskókkal együtt, és hát sajnos az utóbbi időben már eléggé vannak ilyen ingadozó súly problémáim. Persze, amint azt mindenki látja, Laci esetében nem látványos ez a súly probléma, még ha állítása szerint a hasára ment is jócskán, és nem is hasonlítható egy halandó feleslegéhez. Az a legnagyobb probléma, hogyha azt mondom, hogy mondjuk a utolsó versenyhez képest híztam 1-2 kilót, akkor az nem azt jelenti, hogy csak 1-2 kiló van rajta, hanem hogy az izom az szépen csökken, ahogy nem dolgozunk, nincs mozgás, csak pihenés. A szépen megy le az izom, a zsír meg helyette jön. Tehát a 1-2 kiló plusz az nem 1-2 kilót, hanem a többet is jelent. Lacira tehát kemény meló vár, most kezdődik az ünnepek alatt lerakódott zsír átalakítása. A sejtszintű kivizsgálás bárki számára elérhető és hasznos dolog, hiszen sok minden kiderülhet, amin egyszerűen lehet változtatni, személyre szabott, megfelelő táplálkozással. Persze, ha valaki inkább a megelőzésre fektet hangsúlyt és alapból megválogatja, hogy mit eszik, az a legüdvözlendőbb. Ez hihetetlen, hogy milyen figyelmet igényel az élsport, nem? Tehát, hogy tényleg mindent megtesznek, és maximálisan az egész napjukat ennek szentelik. Kicsit kanyarodjunk még vissza a hidegterápiához, ehhez a hidegkamrához, és az élsporthoz. Miként hatnak ezek egymásra? Élsportolóknál jelentős teljesítménynövelő hatása van, legális minden dopingnak is. Így van, minden sportolónál. Nincs olyan sport, hiszen még a pszichére is egy kiegyenlítő hatással bír, ezért jó például az outburningnél, ami sportolókat is fenyeget természetesen, tehát nekik ebben is segít a pszichés vezetésben is. Nem véletlen, hogy Michael Phelps is, különösen az előző olimpia előtt hallottuk, hogy rendszeresen jár hidegterápiára. Gondolom, hogy ezt a mostani olimpia előtt is folytatta, illetve hát az edzések között is folytatja. Pedig azt gondoltam volna, hogy azoknál hat főként, akik így a téli sport szerelmesei, tehát nem tudom, a curlingezőknek nagyon jót tesz, de nem akkor ezek szerint mindenkinek. Csaba, te is azért egy nagy sportember vagy, fontos is volt, most ezt is fontos. Annyiszor elmondtad, hogy el is megfutta szerintem a műsor után, hogy ekkora sportember vagyok. De hát te az vagyok, jó, hát mondjuk. Szeretsz is sportolni, értesz is hozzá, és ez a napjaid része. Igen.
És te mennyire vagy szigorú magadhoz? Tehát neked volt-e olyan, amikor mondjuk még aktívan focisztál, hogy azt mondtad, most nincsen kedvem, ami ugye egy... Jó, ezt szerintem azért ez a része, igen. Tehát amit most láttunk a bejátszásban, például az a versenysportban, ma már elkerülhetetlen, és akkor annál, ami lejjebb van, azt szerintem ott nagyon fontos az, hogy rendszeresség legyen benne, tehát én például focit azért szerettem, nyilván nem tudtam mindig elmenni meccsre, stb., de ott egy rendszerességben minden délután edzés volt, és akkor az úgy az egész életvitelt meghatározza, nem folyik szét a nap. Ez és nyilván akkor... neked jól is esik, és nem csak tudod, persze, hogy kellene. Persze, ez a következő van, hogyha van egy rossz napod van, és akkor elmész futni, de nem csak úgy kocogni, hanem mondjuk tényleg fölmegy a púzus, meg van egy ilyen fizikai kimerültség utána, akkor aki ezt még nem próbált, az tényleg próbálja ki, utána szerintem az egész nap átértékelődik, és minden, mintha így kipumpálódna a szervezetből, amit hallottunk, ugye az endorfin képződés, az alig, ha nem. Nekem Vízi Elszilveszter volt nemrég a vendégem a másik műsorban, és ő is azt mondta, hogy neki nagyon fontos része az életének a sport, és egyszerűen teniszezni is azért szeret, nem a győzelem miatt, hanem endorfin, boldogság, hormon termelődik, és az egész napja más lesz tőle. Egyedül jársz futni egyébként? Hát most a Margit-szigetre járok. Én akartam elárulni a női nézőknek, hogy oda jársz, hát hogyha csatlakoznak. Igen, tehát csatlakozhatnak, tehát a Margit-szigetre járok futni, és azt azért szeretem nagyon, szeretem, zseniális találmány, hogy megcsinálták a rekordtánt, és tényleg ugye beszéltünk az izületekről, nem túl jó betonon, nem túl jó göröngyös talán futni, de ott megvan a rekordtán, van egy állandó, nekem az is fontos, hogy állandó táv van, és akkor tudom mérni, hogy akkor ma 25, ma 23, 26, tehát hány perc alatt szeretném lefutni, úgyhogy nekem az is fontos, hogy meglegyen egy és ilyen. Lehet akkor hozzád ezek szerint csatlakozni, és bátran. Persze. Innen fogjuk folytatni. Szabó Dávidról, mióta az X-faktorban félmeztelenre vetközött, mindenki tudja, hogy nincs rajta egy deka felesleg sem, a rendszeres edzéseknek köszönhetően pedig matek példákat oldhatnánk meg a hasizmán. Persze Dávidnak ezért a külsőért a sportoláson túl is tennie kell, ha az énekes nem csak az edzések során tudatos, hanem bizony a táplálkozásban is. Hát amire odafigyelek étkezésben, az mondjuk én főleg fehér húst teszem, halat meg csirkét elsősorban, illetve nem nagyon főzök zsíros ételt, és nem igazán szeretem a zsíros kaját. Tehát általában ugye olajjal főzöm, abból is a olívaolajat kedvelem, nagyon sok zöldséget eszem, nagyon sok gyümölcsöt még télen is, illetve amit mondjuk nagyon szeretek, az a narancs grapefruit mandarin kiwi, aminek tudod, kicsavarom a levét, és akkor azt iszom. Úgyhogy ilyenekre nagyon figyelek, hogy ez meglegyen. Én olyan a testfelépítésem, hogy akármennyit eszem, akkor se hiszok 3 kilót se, de hát a fehér kenyeret azért ezt nagyon szeretem. Ezeket a magvakat, meg gyökereket, ezeket annyira nem szeretem, de tudom, hogy egészséges, csak az ízét nem szeretem. De nyilván emellett, hogy bármit tehetek emellett, azért az is ott van, hogy nyilván nem eszem meg akármit. Meg nagy állatvédő fan vagyok, úgyhogy nem eszek Disneyt. Erre azt értem, hogy nem eszek Bambit, nem eszek nyuszit és ilyesmi dolgokat, mert hát teljesen felesleges a csirkéből és a halból teljesen jól elvagyok. Gyerekként nagyon sokat sportoltam, úsztam, vívtam, judoztam, és vízilabdáztam, és most a zenélés miatt nem nagyon van időm sportolni, de konditeremben rendszeresen járok. Ha más nem is súlyt emelni, hanem futni, kardiózni. Az állóképességemet azért fenntartom azzal, hogy rendszeresen sportolok. Egy fontos kérdés még eszembe jutott a hidegterápiáról, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, tehát ne várjunk csodát egy alkalomtól, gondolom többször kell menni. Így van, ezt kúraszerűen ajánljuk, és lehetőség szerint minél rövidebb időtartammal egymás után lehet menni naponta kétszer is, illetve egymás utáni napokon ideális, de hogyha egy héten háromszor el tud valaki menni egy 10 alkalmas kúra során, akkor ez már nagyon hatásos. Csaba, kedvet kaptunk így a műsor végére, vagy nem kaptunk? Igen, ami nekem ebben nagyon tetszik így elmondás alapján, a legfontosabb szerintem, hogy két edzés között, ha valaki elmegy erre a hidegterápiára, akkor úgy hallottam, hogy a teljes képződést is lejjebb le tudja vele vinni, tehát hogy a második edzésre is
a toppon tud lenni az izomzat, és azért egy nagyon nagy dolog. Aki két edzést szokott csinálni, az tudja, hogy az nem egyszerű feladat. Pontosan így van, hamarabb ürül ki a tejsav, húgysav és egyéb salakanyagok is. És hát a bőrünk is szép lesz tőle. Bőrünk gyönyörű lesz tőle. Lefogyunk tőle, úgyhogy mindenki csak ajánlani tudjuk. Nem is olyan veszélyesen drága, ugye? Tehát nem egy ilyen túl drága dolog. Teljesen kifizethető összeg, mindenki pénztárcájának megfelel. Akkor mindenkinek ajánljuk, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, Csaba, külön köszönöm, hogy eljöttél. Ó, nagyon szíves. Legközelebb én megyek a te műsorodba. Találkozunk legközelebb is. Önöknek pedig jöjjön még egy jó tanács mára. A bőr akkor szép és egészséges, hogyha megadjuk neki azokat a tápanyagokat, amelyekre szüksége van. Például a tejtermékek hozzájárulnak a bőr általános egészségéhez, valamint elősegítik a sejtek egészségét és fejlődését is. Vigyázzanak magukra, találkozunk legközelebb is. Ez zsír. Az SZ Zsír együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.